Góranga! Na legyen már egy kis Tenerife árnyékos oldala, ugye? Nem emlékeztek, ja nem, a YouTube-ra nem töltöttük föl. Tehát érkezett egy nagyon kedves fiatal pár Magyarországról önkéntes munkára. De úgy volt, hogy amikor jönnek, csak másnap tudják elfoglalni a, hát ezt a munkahelyet, meg ugye a szállást. És hát így jöttem képbe én, hogy mondtam, persze, hát egy éjszakát itt töltenek, hát teljesen meddig tart, oké. És hát itt jönnek képbe olyan dolgok, hogy valótlant állítanak emberek, ezt most már nem először hallom, tehát ez a videó most nem azért készül, hogy elvegye bárkinek a kedvét attól, hogy önkéntesnek jöjjön Tenerife-re, de az igazság az, hogy én még jót nem hallottam. Biztos, hogy van. Nagyon sok jó. De én még pont nem hallottam úgy lassan 5 év alatt itt egyetlen egy embertől se, hogy tényleg úgy van, hát ugye, mint a mesébe, meg ahogy mondják. Hát konkrétan majd mindjárt átadom a készüléket, csak majd úgy tartsátok, hogy ne árnyékolja be a telefon. Majd ők most elmesélik ezt a sztorit. Én ezt annyival egészíteném ki előjáróban, hogy én nagyon-nagyon megértem úgymond a munkáltatókat is. Tehát azért a legtöbb személy, aki ide a szigetekre jön, főleg ugye a téli időszakban, mert ugye máshol hideg van itt, meg azért nincs annyira hideg, most nagyon hideg van. Ó, nagyon hideg van, hát 3 pulóvere van rajtam, de rajtatok is nagy kabát. Szóval azért nincs meleg, és azért így nem befogadni valakit, aki 4000 kilométert ide repül. Na mindegy. Mert amúgy nem mertek szólni, és nem voltak itt az óceánparton. Szóval mondom, mert rájuk üzenek, hogy mi újság. Hát mondja, itt ülünk van a függőágyban, mert olyan szél van, hát a függőágy nem fog, így fog pörögni a függőágyban, hogy gyertek már fel. És akkor most azt beszéltük meg, hogy így az első tapasztalatokról akkor így készítünk egy videót, de amit hozzá akarok tenni, rengeteg link, alkohol és drogfüggő fiatal is érkezik, akik elfoglalják ugye a munkahelyet és a szállást, és első nap gyönyörűen megy a munka, aztán este letévednek a zsibibe, néhány vicces cigi, 1-2 ezer liter sör, aztán másnapra ugye a szállás szó szerint össze van hányva, meg egyéb, mindegy. Tehát én a munkáltatókat is megértem, de hát ugye, mert itt nincs szűrés. Tehát itt van egy messenger, vagy egy, nem tudom, milyen kommunikáció, hello, ez meg ez vagyok, van munkád, van, igen, szállás van, oké, jövök. De azért 4000 kilométer, gyerekek, meg azért a repjegyet meg kell venni, és mi van, ha nem jön össze? Pillanat, repülő. Szóval, ha valaki nem rendelkezik mondjuk egyéb kapcsolatokkal, nem rendelkezik nyelvtudással, és arra idejön, hogy hát Gipsziakab azt mondta, hogy van meló, 4 órát dolgozom, és utána Hawaii DJ, csak kiderül, hogy a finka, ahová őt fel fogják venni, 25 kilométerre van az óceánparttól, fönt a hegyoldalba, fűtés nincs, de hát tudsz fával tüzet rakni, csak mondjuk egy garzonból ide szalajtott fiatal lehet, hogy nem is tud tüzet rakni, vagy magára gyújtja az egészet. Nincs közlekedési eszköz, nem az, hogy kapsz egy autót, és akkor mennyi járd be a szigetet, hanem esetleg mehetsz busszal, amit jó eséllyel nem adnak hozzá buszbérletet. Nagyon ritka járatok vannak, tehát egy ilyen 30 kilométeres út is lehet több óra. Több óra. Magyarán, mire lejutsz esetleg az óceánba csobbanni egyet, már rád esteledik, befagy a izéd, és utána még vissza is kell menni, hogy másnap ellásd a feladatodat. Szóval én nem is tudom, hogy hogyan tudnék segíteni olyanoknak, akik azt tervezik, hogy mondjuk önkéntes munkára idejönnek a szigetre. De nagyon-nagyon kellő körültekintéssel és mindenképpen valamilyen referenciával induljanak útnak. Tehát, hogy legyen legalább egy élő személy, aki már járt ott, és aki már ott dolgozott, ott lakott, és el tudja esetleg mondani, hogy mondjuk nem lettem mondjuk rühes 3 nap alatt, vagy így nem a csótányok zabálták meg mindenemet,
Egerekről, patkányokról ugye ne is beszéljünk, ez az én élőhelyemen is, itt nincs hótány. Egyébként egérke meg patkányka az van, de én szeretem, nekem nem probléma, megittem, na mindegy. Aztán ugye a tisztaság, a higiénia, tehát ezeket meg kell tudni előre. És nem szabad beleesni abba a hibába, Tenerife nyaralunk, 4 óra, hát mi az nekünk, és utána miénk a világ. Aha, hát Tenerife-n vagy fölfelé mész, vagy lefelé. De ha ahonnan először lejöttél, oda utána vissza is kell menni. És itt, szóval ez nem egy ilyen eger mezőköves sík terep, érted, ahol átszaladsz, hanem itt konkrét fizikai munka, a gyaloglás is. És nyelvtudás hiányában nagyon könnyen pálcba kerülsz. Na, átadom a szót, ja, mivel ez YouTube videó lesz, tehát bemutatom Zsófit és Zolit. Csak a... tessék, így tartsátok, úgyhogy ne ányikoljátok be magatokat. Igyekszünk. Na, így talán jó lesz. Várj, a pillanatra megállítjuk mellett, ugye? Az a pauza. Hopp. Na hát elment a repülő, úgyhogy itt vagyunk. Én kezdeném azzal, hogy remélem, hogy majd itt a jövőben egy-két hét vagy hónap múlva mi majd jó tapasztalatokat fogunk tudni mondani, illetve a jövőben a Tamás jó tapasztalatokat fog hallani az önkéntes munkával kapcsolatban, és erről is be tud számolni, mert ez azt jelenti, hogy mi jó tapasztalatokról számoltunk be neki, mert fogunk róla mesélni mindenképp, hogy alakult a mi sorsunk a jövőben, de szerintem ide is vissza fogunk még hozzátérni. Hát ahogy alakult, mi 2 nappal ezelőtt, ugye? 2 nappal ezelőtt? 2 nappal ezelőtt érkeztünk a szigetre egy megbeszélt önkéntes munkára, ahol house sitting, illetve kertgazdálkodás, kertgondozás lett volna a feladatunk, amit tegnap tudtunk volna átvenni a szállást, illetve elfoglalni a szállást és elkezdeni a munkát, viszont ez meghiúsult a tegnapi napon. Úgyhogy most ebben nagyon nagy... Miután órákat utazgattatok. Így van. Igazából mi ugye... Meg egy csomó pénzt elköltöttetek ilyen dolgokra, hogy utazás, meg na minden. Igen, hát igazából ugye már beszéltünk a ház tulajával előzetesen, és ugye én lefixáltam vele az időpontot, amikor találkozunk, meg ugye én külön kértem, hogy legyen ez írásba foglalva, meg írja le, hogy ő neki mik az elvárásai. Ugye ezt meg is tette, de amikor odaértünk, akkor azt érezte, hogy nem felelnénk meg ezeknek az elvárásoknak, és bővültek gyakorlatilag ezek a feltételek, meg így arra hivatkozva, hogy ő nem érzi ezt így biztosnak, meg több tapasztalatra lenne szüksége, úgyhogy előzőleg már tényleg kommunikáltuk, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, meg milyen feltételeknek tudunk megfelelni, és az utolsó pillanatban mondta, hogy ez így nem fog működni, és el kell mennünk, és még az se ajánlotta föl, hogy akkor legalább addig maradhassunk, amíg találunk mást, mert hát nyilván nem készültünk aznapra, meg úgy egyáltalán másra nem számítottunk, mert ugye én ezt én mondtam neki, hogy én ezt komolyan gondoltam, és hogy számítunk arra, erre a lehetőségre. Így van, bocsánat, beszok. Nem is csak aznapra nem készültünk más megoldással, hanem az elkövetkező 2-3 hónapra nem. Szóval, hogy... emiatt visszamondtunk, mert annyira számítottunk erre, hogy akkor ez fix, és ez működni fog, hogy emiatt más lehetőségeket kénytelenek voltunk ugye visszautasítani. Viszont az egészben tényleg az a fontos, hogy az ember ilyenkor így még ennek ellenére is bízom magába, mert én első körben magamban kerestem a hibát, hogy hát akkor igen, nem elég megfelelő a nyelvtudásom, nem vagyok elég jó bizonyos elvárásoknak, és utána a következő pillanatban rájöttem, hogy ez nem így van, és azzal tudom átfordítani ezt az egész negatív tapasztalatot, ha továbbra is kitartok amellett, hogy igen, milyen értékes képességeim vannak, és... Egy pillanatra állíts meg, mert... Repülő.
Szóval, hogy igen, ebben az a kihívás, hogy az ember ilyenkor is kiálljon magáért, és bízzon a képességeibe, és abba, hogy azokra a képességekre valahol szükség van, és helyet talál rá, és hogy megbecsülik valahol azokat a képességeit. Ez egy nagyon jó tanulási folyamat, hogy az ember ilyenkor hogy tud helytállni, és hogy tud magában bízni, és úgy is próbáltam ehhez hozzáállni, hogy amiatt történtek úgy a dolgok, mert más sokkal jobb lehetőség vár ránk, és igazából nem vagyunk lecsüggendve, meg ugye kalkuláltunk is ezzel valamilyen szinten. Hát csak és ezért csomó kiadás a szállás. Igen, és hát ugye igen, habár ugye vannak digitális munkáink, meg azért nem égettünk fel magunk mögött így mindent, igen, kell, hogy az embernek legyen valami stabil háttere, fel kell készülni, én is ezért több emberrel tartom itt a kapcsolatot a szigeten, és újra ráírok emberekre. Vannak nagyon jó csoportok, ahol azért vannak segítőkész emberek. Szóval informálódni kell, és több szállat kell megmozgatni, mert ilyen esetek előfordulhatnak, de nem szabad feladni, mert tényleg ez egy olyan út, amit az ember otthonról, a kényelemből, a komfortból nem tapasztal meg. És az az élet, hogy menni kell, embereket kell megismerni, kapcsolatokat kell építeni, és hát olyan világ jön, hogy az embernek erősödnie kell, és ezekkel a kihívásokkal szembe kell nézni, mert hát csak ne felejtsd el, hogy te azért ti fiatalok vagytok, de most ha egy ilyen 40-50 éves ember idejön, az már. És hirtelen ilyen. Hoppá, ott találja magát, hogy na most akkor mi van, mert ahova jöttem oda nem mehetek. Hát nyelvtudás meg minden nélkül, hát tudod, én is mondjuk, és akkor jön a megalázkodás, nem... érted, hogy bocs, ide hadd, és akkor már eleve a tárgyalási pozíciód is nagyjából nulla, mert te könyörgöd be magad valahová, tehát eséllyel esetleg kihasználnak, mert akkor már nem 4 órát kell dolgozni, nem akkor már dolgozzál 8-at vagy 10-et, és örüljél, hogy itt lehetsz, tehát még a hangulat is egy nagyon negatív. Tehát azért ennek az önkéntességnek, vagy önkéntes munkának, azért nagyon sok árnyoldala van. Sok árnyoldala van, de pont azért, mert mi fiatalok vagyunk. Így van, nektek ez tök jó, csak... Én se biztos, hogy beleláttam volna. Csak én sok idősebbről is tudok, akik igen, jönnek, mondjuk igen. 50 év fölött. És gondoljátok el, most hát az már egy nehéz szituáció, abszolút. Érted. És mondjuk nem ismer senkit, mert ő készpénznek veszi az, hogy hát megvan a szállás, megvan a kaja, 4 órát dolgozom, és úgy kicsit sétálok az óceánparton, minden, és akkor ott találja magát, hogy sehol semmi. És a kis hátizsákjában, érted, nincsen például takaró, meg nincsen mondjuk matrac, és mondjuk nem találja azt ki, hogy ő most esetleg elmegy kukázni, mert miért találná ki, mert ő készre jön. Pillanatra megálltjuk. És azért... Most például, amikor 16 fok van éjszaka, meg mondjuk erős szél, úgyhogy itt nézel körül, persze nagyon szép az óceán ilyen sötétben főleg, de azért meg tudnak keseredni emberek. Persze, ez is. Hát igen, az egy nehéz szituáció. És most azért elmenni egy apartmanba, ráadásul azt tegyük hozzá, hogy karácsony előtt vagyunk, a Tenerife ilyenkor a legteltebb. Tehát a legtelítettebb. Igen, ezt mi is tapasztaltuk, hogy a szállások egyébként... Tehát szállás nincs. Egyszerűen a garázsokat kiadják apartmannak. A garázsokat. Igen. A bérautót úgy tudsz szerezni, bérautót, tehát a roncsokat adnak ki napi 20-30 euróké. Mert ahhoz, hogy közlekedjél, ugye oké, van busz, de a buszátszállás, mondom, most már gondolom tapasztaltátok, hogy direkt úgy van megcsinálva, hogy nehogy legyen kedved buszozni. Mert, tehát van mindenhová busz, csak olyan menetidővel, hogy rosszul leszel. Ugyanis ők éjszakra mentek innen, és már bőven rájuk esteledett, tehát ide már nem is tudtak visszajönni. Na, közben elfejtettem, hogy hol tartottam, mindegy. A lényeget elmondtuk. Így van. Szóval akkor szeretném viszont azt kiemelni egyrészt, hogy ne csak a negatív oldaláról beszéljünk a dolognak, hogy itt Zsófinak rengeteg munkája van egyébként abban az elmúlt hetekben, hogy felvette sok itteni, akár önkéntes munka lehetőséggel,
akár kedves magyar, illetve nem magyar társasággal, személlyel a kapcsolatot. És ahogy ezt mi többfelé jeleztük, hogy így jártunk, rengetegen felajánlották a segítségüket, vagy rengetegen újra nyitottak voltak a továbbiakban is arra, hogy fogadjanak minket, hogy segítsenek, illetve hát most is nem véletlen vagyunk itt, és ez is egy teljesen pozitív fordulat, hogy most is egy csodás helyen ülünk itt, ennek ellenére, hogy ilyen nehézségeken mentünk keresztül, tehát hogy egyébként, ha ezt az ember úgy éli meg szerintem, hogy nem kudarcként fogja föl, vagy számít ezekre a dolgokra, illetve számol ilyen eshetőségekkel, akkor nem olyan negatív ez az egész, de tényleg készülni kell minden opcióra, és jó, hogyha pont az ilyen fordulatokra több lehetőség van arra, hogyha az A opció nem jön össze, akkor van B és C opció, mert az lehet a következő lépés, és igazából nekünk is, ha olyan tekintetben nézzük, akkor a lehetőségeink száma az végtelen, csak kitartónak kell lenni, és nem szabad csüggedni. A motivációnk meg a jókedvünk szerintem nem csügged, bár nagyon fáradtak vagyunk, és az elmúlt két nap nem feltétlenül úgy telt, ahogy eredetileg terveztük, de mint mondtam, számoltunk ilyen opcióval is, minden körülményre is fel vagyunk készülve, nyilván itt megint az a szóba jön, hogy fiatalok vagyunk, és sok lehetőségünk van, meg a nomád körülményektől sem határolódunk el. De azért nekünk is most két-két táskát cipelnünk kell, azért így most az elmúlt három napunk azzal telt, hogy buszoztunk, és azért így ez fárasztó. Fárasztó, illetve sok energiát elvesz az, hogy tényleg a továbbiakat megtervezzük, holott úgy terveztük, hogy egy napja már a szálláson lennénk, és tudnánk haladni a dolgainkkal, illetve az ottani dolgokkal. Most nagyon sok energiát felemészt az, hogy újra tervezzünk, és tényleg Zsófi egész nap nagyon sok energiát tesz abba, hogy meglegyen az utunk, de ennek meg is lesz a gyümölcse, úgyhogy nem állunk ezzel egyáltalán negatívan. És most itt jön a korszakalkotó ötlet. Alakítani kell egy csoportot, nem én fogom megcsinálni, de nyugodtan ti megcsinálhatjátok. Magyar Önkéntesek Tenerifén legyen a csoport neve. Ezt gyorsan stoppoljátok le, mert mostantól ennek van promóció, már csináld is meg a Facebookon. Na, Zsófi mindjárt csinál egy csoportot, Magyar Önkéntesek Tenerifén, az a címe. Ez a videó alapján gondolom, akkor így majd be lesz jelölve. És mindenki megoszthatja ott a tapasztalatait, jót, rosszat egyaránt. Felhívnám a figyelmet az adatvédelmi törvényre, tehát úgy ócsároljunk valakit, vagy hogy bizonyítani tudjuk, vagy hogy inkább ne ócsároljunk, de segítsük egymást. Így van. Abban. Talán ez a legfontosabb, mert nekünk is nagyon sok erőt ad, hogy tehát, akár tehát, a Tamás videója. Tehát ez most nem az a csoport lesz, remélem nem az én csoportom, azt csináltok, amit akartok, de azt mondjuk nem támogatom még elméletbe se, hogy mindenkinek az anyját és mindenki egy köcsög. Nem, szóval nem, az arra szal. Akartam kérdezni. De az, hogy hol segít, van, hol hát. Tudtok segítséget kérni, hol volt pozitív hangulat, hol voltak segítőkész emberek, hol volt tiszta szállás. Amúgy ez nagyon-nagyon fontos, a tiszta szállás. Mindegy, én erről hallottam egyébként a legtöbb rosszat, meg hogy tulajdonképpen vannak esetleg helyek, ahol az élelmezés sem a leghigiénikusabb, hogy így fogalmazzak. Tehát nem ez a lényeg, hogy milyen rossz mindenhol, hanem inkább ez a segítő szándék, de persze, ha valaki nagyon pórul jár, akkor azért azt is nyilván... Innentől kezdve már nem az én gyermekem lesz ez a csoport. Mi legyen a neve, akkor jó, ez nem Tenerifei Magyar... Magyar Önkéntesek Tenerifén. Magyar Önkéntesek. De lehet, hogy egyébként van, úgyhogy... Ilyen néven? Még nem néztem, de na, hogyha nincs, megnézzük. Akkor megnézzük. Na mindegy. Lényeg az, hogy én bízom benne, hogy minden a legjobban fog alakulni. Meg hát az, hogy tényleg, tehát, hogy fiatalok vagytok, előttetek az élet, nem árt egy kis edzés, úgyhogy kalandra fel, és én nyilván a magam módján így a háttérből azért szemmel tartom a fiatalokat, úgyhogy nem fognak elveszni, ne aggódjatok, de hát ez egy jó tanulószoba nekik, és ezáltal remélhetőleg másoknak nem, mert azért mennyivel jobb, a örök tavasz szigetére úgy jönni, hogy tudod, hogy hova, tudod, hogy miért, és
és hogy az biztos. Na jó, van, el is köszönök, legyen olyan szép estétek, nektek pedig kitartást, Hare Krishna, Hari Hari Bol.